Srácok, kellene vas. Nem kevés vas kellene. Úgyhogy a mai TuttiSMP videóban, TuttiSMP, kiviszük a TuttiSMP-t, ma annyi neve van ennek a sorozatnak. Vasfarmot fogunk építeni. Mindenki a szerveren az alap vasfarmot építi, amihez nem kell zombi. De én tegnap... Én tegnap beszéltem Rolix-szal a videós találkozóm, és azt mondta nekem, amit én is gondoltam és tudtam, mert én azt hittem, hogy nem is lehet vasfarmot csinálni zombi ijesztegetés nélkül, és ő is ezt mondta, hogy Gerzson, Gergő, sokkal jobb az a vasfarm, amiben van zombi. Úgyhogy itt a szerveren ezek a gagyik, építik a gagyi farmot, mi megépítjük a legjobb vasfarmot ever, aki viszük a TuttiSMP-n. És most írt valaki. Cica, ő írt, az Dávid. Igen. Na jó, építsünk vasfarmot. Na, én bezártam ide a villagerjeimet. Ezek, akik itt voltak a kezdő faluban, nem tudom, emlékeztek-e, a leges-leges legelején. Itt kezdtük el ugye ebbe a házba. És most azon gondolkoztam, ide be tudtam ide szépen őket lögdösni, hogy én ezt leviszem, ezt a vasutat. Csak ugye itt nagyon sok a sima homok. Meg ez így elég csúnya lesz, de igazából most a funkció a lényeg, hogy legyen nekem a villager. Hú, az így nagyon össze-vissza lesz, de se baj. Látjátok ezt a pickaxe-t, hogy milyen epic? Nem tudok vele rendesen ásni, mert szétüt mindent egyre. Na, azt majd oda teljesen levisszük, hogyha kell. Annyi, hogy ezt majd ki kell cserélnem benne Power Rail-re. Az a baj, nem tudom, hogy milyen gyakorisággal kell elhelyezni, meg kell még csinálnom Power Rail-t. Na, ide megcsináltam az utat, mint látjátok. Ezzel itt teljesen le, és már lett egy kis villagerünk is. Aztán nekik egy valak kenyeret. Hopp! Hopp! Jön a következő kicsi. Hú, de sokan szerelmesek lettek. Lett még egy kicsi? Egyétek meg a kenyerem. Na gyerünk! Hopp, az ott ideges lett. Na, hát nem igaz. Ott vannak, olyan sokan szerelmesek ott. Gyerünk. Júj, de nagyon szerelmesek. Ne nézzetek már rám. Odaadtam vagy 3 stack kenyeret, és csak egy kis villager lett. És mi bajuk van? Öcsém. Nem nagyon értem, mi bajuk van. Itt 2-en is szerelmesek. De nem, mindegy. Egy lett. Ideges. Nem volt elég ágy. Ez volt a gond. Égyni, már szaladgálnak itt sokan. Na, ki lesz az első, aki eljön velem? Nézzük, ki lesz a nyertes. Mondjuk te. Na gyerünk! Jajajaj! Ott nagyon megy a trading. Senki nem akar kipróbálni ezt a minecartot? Pedig nagyon, nagyon jó ezzel a minecarttal itt járkálni. Ó! Oh. Lett itt egy iron golem. Ajaj! Hopp, itt nagyon megy a cserélgetés. Na tessék azt... Most elment mind a 2 csillém. Nem, ó, van itt egy. Ó, megy itt a szerelem még. Valaki, tessék beleugrani ebbe a csillébe. Úgyhogy gyerünk. A, pont a kicsit. Jó. Úristen. Engedjétek már ki. Köszönjön a családtól, bye. Na, majd jövök, oszt az eget. Mekkora Enderman. Vagy Enderman? Úristen. Hova ment? Ott van? Jó van, hallottam itt a csontit. Nem! Stop! Stop! Menj arra. Csak előtted ezt gyorsan kicsapom itt. Hello haver! Welcome to your new home! Na hát akkor ezt én itt beépítem. Előtt lesz bármi baja, aztán majd megépítem nekik itt a kis házukat. Leszkó. Éppen köszönni akartam, hogy szavaztok, de kijött ide. Megnézem, hogy mit tudnak trédelni, de sajnos, hát igen, ez semmit nem ér. Most ne nézzetek ide, jó srácok? De én kiszoktam nyírni a lámákkal együtt, mert imádom a lámákat a való életben, de ezeket a köpködő valamiket itt a Minecraftban nagyon nem bírom. És ami lényeges, hogy adnak nekünk még 2 darab leadet, úgyhogy, ja. Sajnálom, sajnálom. Na de, át akarom hozni majd. Hű, hogy hol építsük meg? Na ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy hol építsem meg. Én oda kintre oldalra gondoltam, hogy mégis itt legyen a csunkba, de ne nagyon zavarjon be minket másba. Úgyhogy én lehetséges, ezt ide fogom. Igen. Itt a tevéknél. Annyi, hogy... lehet, hogy levegőbe kéne. De nem szeretném a levegőbe, mert azok mindig olyan furcsán néznek ki, hogy a levegőbe van egy farm. Úgyhogy, ja, szerintem én ezt ide fogom építeni. Akkor srácok, ezt én itt kitúrom, széttúrom. Mint látjátok, azért elég jó a Diamond Tutti ásókánk. Úgyhogy nem lesz ezzel probléma. Nagyon gyorsan leássuk. Itt a fákat is ki kell majd vágni. De semmi probléma. Ugyanis ezt nézzétek, a Tutti Pickaxe is. Hát azért na. Lássátok, hogy itt vagyok elég sok órát ebben a játékban. Úgyhogy ezzel nincsen itt gond. Na, mindjárt jövök. Na, itt kipusztítottam pár fát, meg ilyenek. Hát nem volt egyszerű. De meg vagyunk. Ugye ezeket is itt elszedjük, amikkel ugye felmásztam. És akkor... majd pontosan kimérem, hogy mennyi hely kell, mert már kiszámoltam. Írni, csak azért ezt a sok fát, hát ezt is elkezdtem kivágni, de majd folytatom, csak nagyon tele van az inventorim. De nem baj, mert ugye én ide elhoztam a villagert, de azt még ugye át kell majd hoznunk ide. Úgyhogy itt most megcsináljuk neki az utat, hogy itt folytatódjék. Szavaz haverom, te még mindig nem nőttél fel, itt a hangján hallom. Hogy... nem, na. De így majd jössz. És akkor itt majd elkanyarodsz. Hát ez most ezek ilyen ideiglenes utak itt. Majd kiszépítsük. Gyere. Gyárá, még gyárá egy kicsit. Ez pont jó erre a szigetre. Igazából pont nem akartam behozni. Na mindegy, de utálok vízbe építeni. Aztán már itt lesz a villager, akkor utána már innen majd elirányítom. Most te komolyan idejössz? Hát ne szórakozz már. Hol van torcs? Semmit nem látok. Azért jó ez a shaders, meg mit tudom én micsoda. Jó, na gyorsan. Lehet, hogy aludnom kéne. Előtt szana CS spawnol az összes mob. Gyorsban menjünk alukálni. Ez nem az a shaders, amivel otthon játszok. Az sokkal jobb, csak egyszer nem találom. De otthon nagyon-nagyon sokat kerestem, hogy jó tudjak nektek mutatni. De alukáljunk. És good morning Vietnam. Ideje tud itt percinteni. Így van. Jó, na ezt még gyorsan megépítjük. Aztán kipakolom ezt a rengeteg ilyen az Istent az inventorimból, realt. Jó. Ezekhez rakunk redstone torcsokat. Ó, pont itt lenne egy zombi. Itt megy el Jackie Boy a kezemnél, látjátok? Ezt lehet, hogy meg kéne nekem tartani. Nem? Várjál, valahogy csapdába kéne csalni. Kéne egy hajó. Itt kell hajót építeni, így hát, hogy vigyünk többet. Jaj, de hogy nem lehet stackelni. Olyan vagy még zombulát. Ne, diszpónolt. Nem áll. Zombi. Halló? Itt van még. Itt van, gyere. Drowned lesz, mi meg fog fulladni, de nekünk az is jó, nem? Gyere haver! Gyere rám, tes! Na gyere, ugorj ki! Gyere már! Ne! Ó, nem, valami sapi kéne rá, nem? Ne! El fog égni. Na, hát... Így már nem éri a nap. De így hol éri a nap? Na. Jó, már van egy drownedunk. Pontosan ahogy mondod, haver. Nem volt egyszerű, de itt vagy. Majd az éjszaka kell vele majd szórakoznom. Na. Akkor a sint akartam folytatni, amíg nem szólt bele ez a haldokló zombulás. Ez is megvan. Jó, ezt most tovább viszem. Szavasz, megnőtte, haver? Há, pontosan. Bye! Ó, csak a zombi azért biztos, hogy ne... Nem tudom, ijessze meg, az kiszalad nekem a chilléből, vagy fene se tudja ezekkel a villagerekkel mi van. Igen, itt jó közel vagytok egymáshoz, haverom. Na, megcsinálom a helyet, mert úgyis le kell ásnunk. És ez úgyis nagyon nehéz lesz, ugyanis... mint látjátok, én a homokba építkeztem, és ezzel nehezítem a játékot magamnak. De összeszedem, ami kell ehhez a farmhoz nekünk, azt megmutatom nektek. És akkor utána megépítjük végre. Azt mondják, kell nekünk torch, oak sign, kétféle block, hopper, chestek. Kell még egy víz, 3 ágy. És kell még nekünk egy vödör víz, meg egy vödör láva. Hát a víz az megvan. A láváért pedig bemegyünk a kis láva farmunkra. Ezhöz. Igaz, víz farmunk is van. Mármint, hogy mondják azt. De... egy veder lávát viszünk, köszönjük szépen. És akkor körülbelül meg vagyunk. Most jön majd a tereprendezés. Viszont mi nem kell magammal dörtöt, mert majd sajnos ki kell dörtölni a környékét, mert ugye az az átka annak, kvázi átka, vagy negatívum annak, hogyha ugye nem a levegőbe teszed, hogy meg kell csinálni a környéket úgy, hogy az Iron Golem ne tudjon leszpónolni. Hát ezzel majd lesz nekem melóm, de elméletileg ennyi, és akkor most kimérem a helyeket, meg ilyenek, és jövök. Csinálunk egy 7-essel, tehát hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és egy 6-osat, 1, 2, 3, 4, hogy van, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez sok, így van. Akkor ezt itt becsináljuk. Tehát egy 7x6 és egy 2 mélynek kell lennie, ha jól emlékszem. Így van. Óvatosan kell ezzel az ásóval bánni. Itt már még lesz gond a szend miatt, úgyhogy lehet, hogy az egészet majd kicserélem. A jó kis cut sandstone-ra. Azért raktam ennyire messze, mert majd körülötte végig egy 7x7x7x7 nagyságú dirt patchet kell majd csinálnom, hogy ugye ne tudjon oda spónolni. Majd a kis golem. Az a jó, hogy ebből a sandből tudunk csinálni most már sandstone-t, mert most már tudom. És utána azt át tudjuk craftolni. Cut sandstone-nál így folyamatosan van nekünk. Na hát akkor már ezt is kicserélem. Így nem. Ugye csúnya. Ezt úgyis kicseréljük majd. Na, mutatom, hol tartok. Mert itt a homokkal szenvedtem, mondom, ezt felesleges felvenni. Szóval, a közepén kiásunk így egy 3x3-as blokkot. Ne aggódjatok, hogy itt 2 blokk van, ott meg 1, ez így van helyén. Ha ez megvan, ugye 1, 2, 3, 4 mélyen, akkor így szembeálltok a vékony oldallal, és kiástok itt 3x3-at, tehát ugye, vagyis nem 3x3-at, hanem ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utána vájtok egy ilyen lyukat így, aztán pedig csináltok ide egy lépcsőt. Itt fog majd bejönni a mi zombulásunk, és itt fog majd ülni egy csónakba. Csak hogy értsétek, hogy idáig mi történt itt. Na és akkor lerakjuk az ágyakat. Ez fontos, hogy így rakjátok le, ahogy én. 1, 2, 3. És akkor ide le kell raknunk a slabet. És véletlenül rossz pressure plate-et hoztam, de értelemszerűen trapdoor kell. De rakjuk ezt így ide. Akkor ide rakunk egy kis segédblokkot. Mert ide kell nekünk egy trapdoor. Ez fontos, hogy így kell. És az alsót kell meghagynunk. Jó? Tehát nem a felsőt, és akkor ezt a blokkot is így kitörölhetjük. És így ez itt marad. Várjátok, kicsit áthelyeztem, mert nem tudtam kimenni. Úgyhogy... azt a lenti torcs, hogy ezt úgy tegyétek, hogy itt ki tudjatok jönni. Utána beragadtok. Most szana széjjel kell torcsoznunk a helyet. Ugye hoztam torcsot, már itt a környéket is most egyenlőre kitorcsoztam. De ugye értelemszerűen ott lent ne nagyon spónoljon bent semmi. Úgyhogy tényleg ki kell torcsoznunk. Erről beszéltem, igen. Ki kell torcsoznunk a helyet. Tudom én, rakjunk... Hát nem tudom, hogy ennyire közel ide lehet, de azt tudom, hogy ide biztosan tudunk torcsozni. Így né. Rakjunk ide is így tartsot, és akkor itt... Itt nem fog spónolni semmi. Amúgy oda le kéne tenni egy hajót, és oda belúrolni este egy zombit, de ugye nekünk van egy zombink, de majd csak este hozom ki. Viszont ide kell most nekünk 3 villagert intézni. Úgyhogy ezt így ide. Nyugi, majd ezt odatolom, és hogyha kiütöm ezeket, akkor, majd hogy kiütöm a minecartot, akkor tök jó, mert be fognak menni az ágyba. Csak szerintem hozok mégis egy kis railway-t, és akkor már azt a 3 villagert, akit majd küldök, azt már rögtön oda küldöm, hogy ne kelljen itt szenvednem. Így, és akkor így ő is benne marad. Adunk neki egy kis erőt. Na. Majd ide becsúsznak. Ó, az a, hogy pont megy le a nap. Nem baj, így itt ez itt rendben van. Csak van a zombit is este kéne behozni, csak félek, hogy túl sok mob lesz. Meg ott majd most vissza fogják egymást lökni. Az első villagert be kellett volna löknöm. Na mindegy. Már most eljöttem. Szevasz. Ú, remélem ez az Iron Golem vissza fogja őket lökni. Meg tudom ölni? Nem biztos, hogy meg tudom ölni. Várjál. Inkább bíjjal kezdem el lőni. Nincs nálam arrow, mi? Úristen. Haver, kicsit menj arrébb. Így jó. Ó, hát de nektek fel kéne kelni. Hello. Keljetek fel? Ideje beülni egy minecartba. Na, itt aludtam velük. És így sikerült. Elküldtem a 3 villagert. Éppen dobtak nekem egy csomó kenyeret. Tegnap idehoztam az összes búzából készült összes kenyerem. Hála az égnek. Ne, jön vissza. Igen, ettől féltem, hogy már sokan vannak. Hello, állj meg. Menj vissza. De ide senki vissza nem jön már. Biztonságkedő, mindjárt kiütöm az egyik sint. De akkor beesnek oda? Befognak. Jó, oké, nagyon jó, és még te is esd be oda. Oké, ez itt nagyon jól néz ki. Szavaztok, haverjaim. Na, most viszont meg kell várnunk, hogy este legyen. Nem hiszem el. És ez lehagy. Jó, hát vissza tudom küldeni. Jó, oké. Jó. Azt az eget. Akkor azokat ott a lyukba belelököm legalább. Innen úgyse tudnak kiugrani. Na. Oké. Most még ugye nem mennek le az ágyukhoz, de majd pont mondjuk ez itt, amíg nyitva van, addig ezt nem. Majd este ugye beleugranak az ágyukba, és akkor ott a csapdába vannak csalva. Azt nézem, hogy itt ki tudnak ugrani. Most már nem. Így mi? Tökéletes. Megyek, elhozom ide azt a harmadikat is. Tudtam, hogy ez lesz amúgy. Ugye mondtam is, hogy ki fogom szedni a railt, de mégse szedtem. Mert reménykedtem. Ugye az ott nem haldoklik valami lent. Jó. Hála az égnek nem itt haldoklik. Na haver! Bye! Tessék, itt van a kenyér. Brideljetek csak tovább. Ja, hogy nem tudok futni. Ajaj, ezek elkezdenek mindjárt bridelni itt nekem. Ajaj. Nem baj, nincs több ágy. Ugye, most hát tudjuk, hogy az kell. Úgyhogy hiába akarnak, hogy szerelmesek lenni. És megoldották! Ne! Jó, mindegy. A több villager csak jobb. Nem tudom, majd meglátjuk, ez mit hat itt a mechanikára. Na, és akkor, hogyha végre lemegy a nap, mondjuk ez még kicsit sok idő, akkor behozzuk ide a kis zombulásunkat. Halljátok, feljött Sajt a szerverre, mint álljátok, és aludt. Érted? Amikor az estét várom. Na mindegy. Ide leraktunk, egyet beástam, 4 hoppert ezen az oldalon. Aztán ide tettem egy chestet, értelemszerűen. Mindjárt kipróbáljuk, hogy amúgy működik-e a hopper. Elméletileg kell neki. Lehet, hogy nincsen jól rálinkelve. Na jó, aztán ide akkor ki kell javítani, mert az úgy nagyon nem jó. Van még hopper. De hol van? Akkor ezek nincsenek jól összelinkelve. Látod, akkor még jó is, hogy aludt. Akkor csináljuk úgy, hogy ezekre rakjuk rá a hopperöket. Na így. What? Na, végre. Nem, most meg ebből nem jelenik meg. Nagyon jó. És ha bármelyikbe rakjuk, megjelenik? Jó. Akkor ezt visszaépítjük. Aztán meg szólunk Sajti Pajtinak, hogy ha lehet, ne aludjon már. És így le kell rakni, ugye leraktunk egy sign, két sign, egy sign, két sign, egy sign, két sign, ezt shiftelve, és akkor valahogy, hát igen, ezt nem tudom, hogy fogom kivitelezni így. Felé kéne rakni egy sign-t. Felfelé? Így talán. Yes, jó, akkor jövök ide. Hello! Hello, haverjaim. Please, engedjetek ki, köszönöm. Köszi. Nem, ti nem. Ti nem! Jó, na. Hát jött az idő. Oj, Istenem, ez a... Imádom ezt a pickaxe-et, de... építeni egy átok vele. Eljött az idő, hogy visszabefedjük szegény kis villagerjeinket. Sziasztok, hello, sziasztok. Hello, 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 sziasztok. Szép éjszaka. Haver! Az a kicsi be fog minket zavarni. Ugye már több kicsi is van! Ó, az a baj, hogyha most... a kicsik ki tudnak jönni. Na, menj le! A kicsik ki tudnak jönni alul. Hát, ha kijönnek. Aha, most Gergő nem tud kijönni. Ők majd, ha kiszaladnak alul, mert ők már többször kiszaladtak, akkor majd nem engedem őket vissza, vagy nem tudom mi. Na és akkor ide lávát kell tennünk. Nem tudom miért egy vödörnyit hoztam, amikor kettő kell. Na, már most jó lesz a naplemente. De lávából nem hozok többet, mert... végül is, ha rossz helyre öntem, akkor úgyis mindegy. De oda a szájnok közé kell beönteni. Ide. És ide. Így. És akkor most jöhet a víz. Nézzétek, az egyik... Bocsi! Ez jobb megoldás. Ne haragudjatok. De te most nem kellett volna, hogy itt legyél. Azért nem akarom vissza bezárni, mert nekem ott majd most még le kell mennem. Ők ezek addig fognak breedelni. Na, víz. Egyik sarok. Másik sarok. És akkor az úgy lefolyik. Így van. Tökéletes. Szegény villagerek ott lent mit gondolhatnak, hogy mi történik. És már ezt is felbonthatjuk. Na és akkor majd most ugye az lesz, hogy egy ilyen 7x7x7x7-es dirt blockra ezt az egészet itt ki kell cserélnünk. De előtte este beviszem oda a zombulást. Mondjuk nem fog tudni felúszni, de sem, majd hogy felmenni a hajóval. Ó, de várjál, a hajóval hogy fogok én oda kiúszni? Nem baj, lesz egy éjszakám kipróbálni. Hú, el sem tudjátok képzelni, ezt itt kicseréltem. Szétfolyt az egész láva, kő lett belőle, meg minden. Ah, mindegy. Most akkor hozzuk át. Szevasz, haverom. De rendben. Most te elkezdesz engem ütni? Milyen kedves ez tőled, de igen, ez az, amit mond... De thorns van a ruhámon! Jó, mindegy, hozunk másikat. Nem érdekel. Csak akkor le kell szednem a thornsos ruhám. Na, zombi, halló! A redstone-tól se világítson. A creeper. Zombi. Nem igaz, hogy nem lehet egy... izét, sima zombit kérni. Zombi, csak skeleton van? Hát... Oh, közelebb esetleg nem akar ide spawnolni? Várj, elmegyek egy kicsit, hogy hát ha... Na? Zombika! Jó, akkor viszem azt. Hagyjál már! Nincs a torzos ruhám rajtam. Jó. Na. Na, ezek lövik a zombit. Hello! Most itt fog engem ütni? Ez rendesen sebez. A drága ruhám meg minden. Azt az eget. Na várjál, akkor... Ó, már pók is jön. Lehet, hogy egyszerűen lenne belúrolni kajak, várjál. Csak már nincs állam több hajó. Nem baj, csinálunk. Hello. Gyertek le utánam. Na, ülj bele a hajóba. Oké, beleült. Nagyon jó! Bezárjuk. Mielőtt leszpónol valami. Jó. Oké, remélem az ott jó formációban van. Most már aludhatunk. Aludjunk is, még felveszem vissza ezt. Hú, na srácok, 100 évvel később vagyunk már. Lerohadt a kezem. Na, megvan ez a skill, ez egy nagyon jó skill. Nem, már vége lett, jó, akkor azt a fát is kiírtjuk. Ugye azt csináltam, hogy 7 blokk irányba dörtöt raktam, és onnan pedig leszettem a tetejét shovelökkel. Először elkezdtem a Diamond Shovel-ömmel, aztán rájöttem, hogy ettől nagyobb hülyeséget nehéz csinálni. És mint látjátok, elkezdtek nekünk spónolgatni az Iron Golemeket. Ugye most nem nagyon tudja máshova, mert ide ugye nem tudja spónolni, ezért értelemszerűen ide spónolja, és hát szegény haldoklik is meg, és már jönnek is a cuckerályok. Úgyhogy hát itt ezt majd ki kell szépítenem a környéket, meg... falat húzni ide, meg minden, mert ez így gusztustalan, de a lényeg, hogy a farm működik, az Iron Golemek spónolnak, ijesztéssel, tehát sokkal gyorsabb elméletileg, mint a sima. Lehet, hogy probléma, hogy lent olyan villagerek vannak, akik tudnak breedelni, majd azt nézni kell, meg 2 zombi is van lent az egy helyet, de hát szerintem ezek csak hozzáadnak az egészhez. Úgyhogy srácok, köszönjük, hogy itt voltatok ebben a videóban, remélem tetszett nektek, hogyha igen, akkor veressetek egy lájkot, vagy ha nem, akkor nyugodtan egy diszlájkot, és ne felejtjétek el, hogy az isteni eredeti Tutti Futti üdítő ital legyen veletek a Tutti Juice minden egyes nap, és hát RIP Iron Golemeknek. Sziasztok!